Orsos Endre vagyok, cigány gyerek az égből. Bőrkocsi vezető vagyok, vasárnap este indulok, azt mikor hogy sikerül hazajönni, de csak ez hétvégére érvényes a hazajövetel. 24 év van, hogy 24-et megy az ember. Budapestben Makóról a tévében hallottam először 2005-ben, és én gondoltam rá, hogy jó kis kaland lenne, én is el tudnák indulni rajta. Ezt a Lada Nivát vettem, 90 ezer forintért, tökéletes állapotban lévő motorral, kicsi igazítással. Az én navigátorom vagy társam az bizonyos okoknál fogva nem tudott velem jönni, további társat keresni, nem láttam értelmét. Pszichikailag erő kellett hozzá, fizikailag is megterhelő volt, de ami az ember szívében van, az a akarat, a család, a barátok, az a hajtóerő. Meg akartam csinálni. Külföldön nem a bőrszíne alapján, hanem a tudása alapján ítélik meg az embert. Mondhatja, többszörös teljesítményt nyújtottam, ha így lehet mondani. Tehát a vezetésben duplát, nem volt se oltásom, se vízum, se tér. GPS-em se volt. Nem hagytak magamra, befogadtak maguk közé, és hagyták, hogy csapattagként együtt lehessek velük. Az én nézetem az, hogy pozitívan gondolkodni. Tehát pozitívan állni hozzá a dolgokhoz. Tehát bízni, meg kell adni mindenkinek egy esélyt, vagy kettőt. Én nem is állok meg, én jól magam nem is állok meg, hogy egy esélyt adok a végtelenségét.